végzett a kanizsai foci történelmi bemutató hármas sorozatával, Vlaszák Géza bácsi, aki itt van most velünk a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, hiszen nem semmi munka van mögöttetek, mondhatom többen számban, hiszen volt segítséged. Először talán az első kötetről beszéljünk. Honnan jött az ötlet? Most a következő ennek a története, én játékosként is, edzőként is figyeltem mindenre. Mindenre figyeltem, és hála Isten jó memóriám van még mindig. És megragadtak bennem a futball történetek. Volt civil foglalkozásom is, de amellett végig edzőként, aztán vezetőként, tehát mindenféle helyzetben dolgoztam Nagykanizsán. Most az első gondolatom az volt, bemegyek a könyvtárba, Kardos Ferivel találkozom, mondom neki, hogy az a helyzet, hogy én szeretnék írni a futball történetemről egy könyvet. Hát azt mondja, az természetes, ezt csak te tudod megírni. Hát ez. És akkor jutott nekem eszembe, hogy 60 éve voltam a fociban, ez a példány van, ez a példány, és akkor ezt sikerült megoldanom. A Géza fiam ajánlja a utolsó lapon. Ő most itt volt a legutóbbi bemutatón is. Itt volt, igen, mert mindig meghívjuk meg, hát örömmel is jön Kanizsára, kanizsai gyerek. És akkor ezt elindítottuk, ez az 6 éve. 6 éve beálltam a könyvtárba, újságokat fölhozták, nagyon készségesek voltak le a kalappal a könyvtár előtt, mert nélkülük nem tudtam volna. És akkor a Zalai hírlapokból, amire nem emlékeztem, de pontosítottam, és azt akkor otthon lejegyzeteltem, megírtam, bevittem a Ferihez, a Zitához, leellőrizték, szerkesztették, ahogy kell a Feri, és akkor ezt így kiadtuk. Na most, amikor ezt kiadtuk, ez nem várt sikeres volt, tehát úgy láttam, hogy igény van a továbbiakban is a könyvekre, és akkor eszembe jutott nekem a Maort történet. Maort történet. A Zalai Jóska bácsi, aki ugye nagyon jó kapus volt, apámhoz bejáratos volt a műhelyben, mert apám is kapus volt. Tehát egész családtán kapus. Kapus dinasztiák vagyunk, igen. És bejárt apámhoz, 55-ben történt a dolog, amikor a magyar válogatott itt egy hírverő meccset játszott Kanizsán. Az első fél időben Bányász ellen, a másodikban pedig a Kanizsa válogatott játszott, a Puskásék voltak itt, hát óriási élmény volt, és engem a Zalán bevitt labdaszedőnek. 10 éves voltam, 55, de 10 éves vagyok. Hát az valami csodálatos volt. Arra a napra, szinte minden percére még mindig emlékezem. Olyan hatással voltak rám ezek a zsonglőrök, kijöttek melegíteni, le se esett a labda, fej, passz, láb, minden. 13-1 lett a vége, érdekes volt. A első fél időben Fazekas védett, mert akkor el volt írva a Gyula bácsi, a Grosics, többször is átírtották mindenféle vádak alapján. És akkor a másodikban pedig bejött a Danka Imre. Na most a poén az ott van, hogy 8 év múlva, 18 évesen én a Danka Imrének társa lettem Pécset. Akkor még nem hagyta, még egy évig ott volt, és nagyon jobban voltunk, mesélem neki, hogy labdaszedőd voltam, mert minden, hát óriási volt. És ez valami fantasztikus volt. Na most ez beégett nekem a futball teljesen. Hagyd szóljak közben, körülbelül mennyi néző volt ezen a meccsen? A 13 ezer néző volt, már utána néztem annak is. Hát padok volt a körben, a régi pályán volt, ez még ott úgynevezett Maort pálya volt. Maort pálya. És akkor ugye jött a következő, gondolatom a Maort történet, ez a példány. Ugye az 45-72. Igen, 45-től datálódik, mert akkor alakult a Maort. A Maort nagyon gazdag cég volt. Az olajiparban egyedülállóak voltak szinte, aztán volt ugye Maort per, bezárták a vezetőket, stb. A kommunista vezetés, ez 45-től, írtam 72-ig a történetet. Na most itt már 64-ben bekapcsolódtam én is újra, mert én már itt 17 évesen a felnőtt csapatban játszottam. Bányász volt akkor már, Bányász volt. A Maor történet az óriási, mert ugye 49-ben fölkerültek az NB1-be. És itt 49-50-ben NB1-es meccseket játszottak a Nagykanizsán, és ugyancsak egy évig voltak benn, akkor utána bányász lett, és akkor 65-től lett olajbányász tulajdonképpen.
Aztán tehát egész... többször átalakult a foci klub magyarán. Többször. Hát a Feri nagyon jó csinálta itt a végén ott, hogy az összes játékos meg van említve, edzők, szenzációsan megszerkesztette Kardos. Nagyon jó. És akkor ez is úgy nézett ki, hogy sikerült. Akkor viszont találkoztam egy könyvvel a könyvtárban. A Mező Ferenc írta, hogy a futball történet hogy indult. És abban pontosan dátum szerint meg van írva, hogy 1910. július 27-én a kereskedelmisták játszottak a ifjúság képzővel hivatalos meccset. Tehát ott kezdődik a kanizsai labdarúgás hivatalosan 1910. Mező Ferenc hozta a labdát Pestről, és ő vezette a meccset. És akkor így szépen ugye, aztán ugye az első világháborúban 4 év alatt akkor nem volt futball, és akkor utána alakultak meg az NTE, a Zrínyi, és akkor már el is indult egy ilyen betélkedés, rivalizálás nem volt. Na most ezek szépen le vannak írva. Ebben a történetben benne van édesapám is, aki a győri Dac kapuját védte, majd a székesfehérvári Alba régiába védett, és akkor hazajön Kanizsára, hogy jelentkezik a NTE-hez. Most milyen évszámot írunk? 36. 1936-ban, és elmesélnek apám, hogy lement a NTE edzésre, és térdre rúgták szándékosan az első edzésen. A Gunár Bece nevű farkosnak hívták egyébként a játékost, és akkor apám azt mondta, hogy én ebben a klubban nem játszom, átment Egerszegre. És így lett Zete kapusa, édesapám. Érdekes. És akkor ez nekem 1960-ban mesélte el a piac szélén, itt a régi piacnál. Igen. Ott egy ilyen kocsma volt a sarkon, és onnan jön ki egy ilyen szőrös, magas ember, rossz arcú ember, azt mondja nekem, nézd fiam, ott a Gunár, ő a Gunár, ő rúgott le 36-ban, ez 60-ban volt. Na, ez ilyen történet. Alaposan megjegyezte, hogy ki volt. Meg, úgyhogy én akkor ismertem meg ezt a Gunár nevű embert, aki miatt apám Zete kapus lett, mert ő nagykanizsai volt. Hát ilyen történetek vannak ebben a legutolsó. Ugye a legutolsó kötet, az tulajdonképpen időrendben haladunk a legrégebbi. Tehát ezt kellett a legtöbbet kutatni. Ez volt a legnehezebb, messze. Ez volt a legnehezebb, és ebben óriási segítségem volt a Kardos Feri. Ő is szerzett mindenféle anyagot, és akkor így sikerült ez a harmadik. De örülök neki, hogy ez így sikerült. A harmadik kapcsán kicsit arról beszélgessünk talán, hogy ugye maga a klub, az NTE 1866-ban alakult, igen, és ez országosan is egyedülálló, hogy ilyen korán már Kanizsán torna egylet volt. Viszont ugye, ahogy említette is, az első foci meccs, az pedig 1910-ben. Tízben. Tehát viszonylag sok idő telt el ahhoz sok képest, idő, és van. Ezek szerint mi volt az, ami alapján nem, a foci még nem lépett be Kanizsán? Az nem... Azt én nem tudom, de azt tudom, hogy a NTE, tehát 1866-os alakulásától vívók voltak, vívók, korcsolyáztak, de futball nem volt. Tehát a futball az a 1912-ben, tehát 2 évre rá az első meccs után alakult meg az NTE futball szakosztálya, és akkor már végig volt NTE. Tehát mondhatjuk-e azt, hogy mondjuk például a Mező úrnak köszönhető az, hogy itt lett foci? A Mező úrnak nagyon sok mindent köszönhet Nagy Kanizsa. Ő egy óriási ember volt, óriási. Olimpiai bajnok, 28-ban Amsterdamban, szellemi olimpiai bajnok. Hogy lehozta a labdát akkor Pestre. Pontosan így van, így volt. Maradva a legújabb köteténél, azt is megelmítettük már a híradós beszámolókban, nagyon sok érdekes sztori került elő a kutatás során. Miket emelnek ki? Mi volt az, amikre még ön is azt mondta, hogy fú, azért ezt nem gondoltam volna. Kanizsai futballt, rengeteg volt. Hát a Maor történet volt talán a legsikeresebb. Hát most képzeljük el, itt NB1 van, tehát első osztály van, Zalaegerszegen meg ilyen területi volt. Az területi csapat volt. Hát így volt, akkor különbség volt. A két város, aztán fordult a kerék, mint ahogy szokott fordulni. Hát nagyon nagy történetek voltak, például a mi történetünk, amikor mi megnyertük az NB2-t, Német Lajos volt az edző, 1972-ben, 73-ban született a Géza, például az egy nagy történet volt, 73,
Szeptember 2-án játszottunk itt vasárnap a Békés Csabával, aki utána bajnok lett, és 4-1-re nyertünk. És másnap reggelre Géza megszületett. Tehát az valami fenomenális jó érzések voltak. Hát aztán voltak szomorú esemény is, amikor megalapítottam én az UFC-t. Nagyot ugrunk az időben most. Most nagyot ugrunk, de igen. 2002-ben megszűnt, mint olajbányász, és 2003-ban sikerült nekünk megalapítani, 20 éve van, de előtte Géza csinált egy alapítványt, akkor újpesti kapus volt, válogatott volt, és ő csinálta meg az alapítványt, amire mi építkeztünk. És milyen a sors, hogy megalapítom az egyesületet, és meghal a feleségem. Tehát ilyen tragikus dolog is volt ennek 20 éve. Szóval mindent átértem én a futballba. Játékosként, edzőként, elnökként, ami létezik. 90-es évekre hogy emlékszik? Ugye az is egy fontos dátum. A 90-es években nagyszerű futball volt. Nagy Kanizsán kétszer is NB1 volt. Kitűnő edzőkkel dolgozhattam. Ugye én 80-ban hagytam abba. 1980-ban, akkor 35 éves voltam. Foglalkoztam gyerekekkel, de főképp a kapusokkal. És a Madár Gábornak például ökapus edzőként segítettem az első alkalommal, a Keszeivel ugye felütöttünk 94-be, akkor is segítettem. Ami meg még, amire nagyon büszke vagyok, hogy én nagyon sok mindent alapítottam Kanizsán. Hát én voltam az első, aki kesztyűbe védett kapus egyszer. Én hoztam be a kanizsai futballba az erőléti koordinációs edzőt, a Stengli Józsi bácsi személyébe, aki egy kitűnő atléta volt, és nagyszerűen dolgozott a futballban. Akárcsak most a Németh Imre, ő szintén nagyszerű. Aztán meg még a klub alapítás, aztán nagyon sok minden volt. És hol tört meg már maga a kanizsai foci nem ön, hanem ugye hol, mi lehetett a fő ok, hogy ott a 90-es években valami nem jól sült el? Hát most én leírtam, benne van, elég korrektül írtam, tehát senki nem sértődhetett meg, de másképp is írhattam volna. Tehát az nem lett volna olyan jó. Az lett volna az igaz, mert úgy történt, én itt finom vagyok, mint az általában nem. Igen, ott az nagy hiba volt, amikor az önkormányzat a klubot átadta a Máventél, mert akkor már NTL 1866 volt. Hát ugye felvették azt a nevet, semmi gond ezzel nem volt, felvették, az kész. Az viszont nagy törést okozott az emberekbe, a szurkolókba, hogy a vasút ugye ősi ellenség volt. A bányásznak. A bányász vasút, ez ősi ellenség volt, hogy az hiba volt, és nem talált el az akkori elnök vezetés itt az egészet, tehát hibázott az edzőkiválasztásba, stb. Hát nem volt ez egy jó időszak, és megszűnt. Megszűnt, na most tudnék, a vasutat ő megszüntette, az NB3-as csapatot, hogy itt tulajdonos. Na most, amikor itt meg ugye kiestünk, az NB1B-ből kiestünk, az is egy tévedés volt, de már nincs jelentősége. Kiestünk, akkor ő megpróbálta indítani NB3-ban a vasutat. A Simi Józsi mondta neki, nem szabad, mert ezt megszüntetted. Nem, ő csak szüneteltette. Na most megszüntetem, vagy szüneteltetem, az nem ugyanaz. És a megye 3-ba indulhatott el a vasút, szépen évente aztán mindig feljebb léptek, persze felmentek NB3-ba. Na de a bányászpálya meg megszűnt, ott nem volt semmi. Ott, hát az megint nagy eset volt, ugye. Megjön a Géza meccs után, Pestről, menjünk le a pályára. Lementünk a pályára, térdig érő volt a gaz, a stadion. Most képzelje, ugye jönnek oda, itt szép minden fű, akkor térdig érő gaz. Na akkor mondtam neki, hogy fiam, csinálj egy alapítványt, aztán mi még alapítjuk a klubot. Az megint akkor a történet volt, hogy ma nem lehetne megcsinálni. Tudnélik, az én kapcsolatom Egerszeggel akkor is jó volt. Jó. Edzőkkel voltam együtt, és megalakítottuk a klubot, és csináltunk egy szerződést a ZTL-vel, hogy a U15-ös csapatát hozzák játszani,
idegenben hozzák oda, mi meg elindítottuk a Falle Zolival. Itt van még a Gyuri, Kovács Gyuri, meg a Béli. Ők benne voltak akkor abban a csapatban 13 évesen. És így tudtunk megmenteni az Alajbányás stadiont. Tudnélik, ott már lakóparkot terveztek, meg mindenféle építésekben gondolkodtak itt emberek, és akkor a futball győzött mégiscsak. Hát talán erre vagyok a legbüszkébb. Jó, hogy említi, most a kutatások során is, vagy amit megélt, azt azért elmondhatjuk, hogy Kanizsa szereti a focit. Igen. Kanizsa mindig is szerették. Az a rivalizálás, ami itt volt, az mérgező volt. A Vasút Bányász. Az nem volt egészséges. Ja, azt még elmondom, hogy én a Vasútban is játszottam. De valahogy én engem ott is elfogadtak. De aztán, amikor ugye láttam, hogy itt jobb lesz, már a szintet lépünk, akkor átigazoltam. De senki nem haragudott meg rám a Vasútra, úgyhogy Vasúton. Igen, hát az a helyzet, hogy tényleg szerették a futballt, tényleg szerették. Az a helyzet, hogy jó volt meccsre járni, és megszokta a közönség. Na most, amikor ugye voltak a bajok, ellentétek, akkor meg csak, hogy miért nem úgy van, mint akkor. Tehát igen, megszokták a jót, ahogy szokták mondani, akkor nehéz a rosszabbal. És hogy látja a mostani csapatot? Ugye többször találkozunk az edzéseket, tudom, hogy figyeli őket. Én megmondom őszintén, nagyon szeretem az edzéseket mostanában nézni. Minden nap ugye a pályán vagyok. Kitűnő. Én elmondtam a Gombosnak is, a Benének is, elmondtam, hogy ilyen jó kapcsolat a stáb, a csapat között, akkor volt, amikor sikeresek voltunk. 20 éve mondjuk, vagy 25-30 éve, körülbelül, igen. Úgyhogy én mondom neki, hogy sikerre vagyunk itt élve, higgyétek el. Hát olyan jó, ez egy nagyon jó társaság. És jó egyének vannak, egyéniségek is vannak. Az edzések nagyon klasszak, föl van építve minden, ahogy kell. A meccsen kell, hogy kijöjjön a meccseken. Na most ugye a tavasz lehet, hogy itt valami robbanás lehet. Én bízom benne, jó, hát én mondjuk mindig optimista voltam, meg vagyok is, hogy ezt a három csapatot, tehát most ugye jön a kerület, jön a Veszprém, meg a Tatabánya, ezeket itt, ha mi megverjük, akár még elsők is lehetünk a végén. Hát én bízom benne, hogy így lesz. Tehát akkor lát esélyt arra, hogy előttünk állunk. Okvetlen. Hát legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést, meg még egyszer gratulálok a három könyvhez. Én is köszönöm szépen. Ennyi volt mára a Szertár, új műsorral két hét múlva várjuk majd Önöket, és ne felejtsenek el feliratkozni a YouTube csatornánkra. Ott egyébként a mai foci csapatról is rendre láthatnak összefoglalókat és értékelőket. Köszönöm még egyszer, viszontlátásra!